Színes diplomás és nyugdíjba vonuló pedagógusokat, valamint a köznevelési intézményekben évtizedek óta elkötelezett munkát végző takarítókat, adminisztrációs dolgozókat köszöntött ma Tataváros önkormányzata a művelődési házban. Én arra gondolok, hogy micsoda bizalom ez, mekkora bizalom ez a szülő részéről, hogy a saját gyermekét, főleg a kisebb gyermekeket rámeri bízni olyanokra, olyan felnőttekre, akik nem tartoznak közvetlenül a családhoz. Tehát pedagógusnak lenni az egy bizalmi kérdés. Tehát ha úgy tetszik, bizalmi állás, mert egy egész közösség, ez esetben egy helyi közösség, a pedagógusokra bízza a legdrágább kincsét, a jövőbe vetett bizodalmát, a gyermekeket. Merjünk önmagunk lenni. Hogyha önmagunk vagyunk, akkor tudunk biztonságot teremteni mások számára is, hogy önmaguk legyenek, és ez a pedagógiában, a nevelés területén meglehetősen fontos dolog, hogy elfogadjuk úgy magunkat tökéletlenségünk ellenére is, amilyenek vagyunk, ami nem azt jelenti, hogy bele is kell nyugodnunk abba, dolgoznunk kell az árnyéknak a felszámolásán, hogy minél több fényes pont legyen az életünkben, de nem szabad neki keseredni akkor sem, hogyha szembenézünk saját magunkkal, és azt tapasztaljuk, hogy nem vagyunk szupersztárok, és nem vagyunk mindenben a legtökéletesebbek, de megvannak azok a talentumaink, azok a pozitív tulajdonságaink, amit viszont nagyon jól tudunk hasznosítani, és ez a pedagógiában, a pedagógus hivatásban, ez különösképpen fölértékelődik, és hatványozottan számítódik be mindenbe. Hámori Lajosnénak hívták a első osztályos tanítónénimet, tehát az alsó tagozat, az iskola kezdésnél a tanítónénimet. Jó Isten áldja meg halóporaiban is, mert egy fantasztikus, jó érzékkel a gyerekekhez nyúló pedagógus volt, aki nagyon pontosan tudta kimérni mindig a dicséret és a büntetés kiosztásnak az egyensúlyát. Nagyon-nagyon hálás szívvel emlékezem rá egész életemben, mert valami csoda volt, ahogy megtanított és megszerettette velem például az olvasást. Óriási feladat hárul rájuk, nagyon nagy feladat, sokszor föl se tudják ők maguk se fogni, talán ez néha jó is. A kérésünk az, miután már a város már se nem fenntartó, se nem üzemeltető, hogy mindenben továbbra is tudjunk együttműködni, és a közös munka eredményeként a legfiatalabbak, a felnövekvő tatai nemzedék egy szívében, lelkében és a szellemiségében is fölvértezett, erős fiatalság lehessen.